Jelen epizód Szamosújvár története című sorozat egyik külön kiadása. Ebben az részben egy váratlan haláleset és az azt követő képviselőválasztási harc eseményeit idézzük fel. 1902. január 6-án Szamosújvár országgyűlési képviselője, dr. Molnár Antal elhunyt Budapesten. A képviselő halála után a kormánypár tárgyalásokba kezdett, hogy megtalálja a megfelelő jelöltet. Az ellenzék című napilap két lehetséges jelöltet említett dr. Gopcsa a Kulturális Minisztérium helyettes államtitkárát és Báró Dániel Tibort, aki korábban désen Báró Dániel esélyesebbnek tartották. Január 10-én felmerült Tisza Kálmán, egykori miniszterelnök neve is, de a szabadelvű párt végül elvetette ezt a lehetőséget. A párt végül gróf karácsonyi aladárt választotta jelöltnek. Ellenfele Gajzágó Ferenc királyi táblabíró volt. A választást Karácsonyi nyerte meg, mindössze 80 szavazattal. Száz éddel később a történelem figyelmeztet minket. Közösségünk ereje a részvételben rejlik. 2024. december 1 létfontosságú, hogy az erdélyi magyarok elmenjenek szavazni. A magyar jelöltek támogatásával megvédhetjük mindazt, amit az elmúlt 34 évben elértünk. Ne engedjük, hogy a magyar ellenes erők elvegyék tőlünk jövőnk kulcsát.